Igen, igen, igen. Van itt valami? Félig meddig igen. Erre nem, nem igazán. Alattam van valaki, de... Na, elő is bújtál? Hát milyen udvarias vagy, elmondhatom. Mi? Ebben mi volt a titkos hely? Legalább a zene elég ilyen badass. Another victim. Ó, jaj, ez nem valami jó hang, de legalább van megint mini térkép. Inkább fennfedezett helymutató eszköz. És most sincs a rakétvető. Ez egyetlen egy titkos, amit kihagytam, pontot lett volna ilyen. Na mindegy. Miért számolját a lövéseket? Úgyis vége van egyszer, úgyis. Na, ezek a szóismétlések. Az a baj, hogy ezeket poén aztán nem holott, nem azok. Hoppá, volt van valami? Olyan ennyi? Már valamit kinyitottam. Egyáltalán titkos hely? Nem tudom eldönteni. Hát nem, mivel nem lila a körvonala a helynek. Jó. Erre nincs semmi és senki. És erre. Oké, okay, jó. Oké, okay. Tetszik. Nem tudom, ennek olyan ezen felpont a legijesztőbb üvöltése a... a... pokolbáró mellett. Így hívják az a vörös disznót. Aki ilyenként dobál zöld szarral. Na mindegy. Köszönöm, megálltatok a lelőjel titeket? Megvagy, megvagy! Te is! Te is! Oda a pofádba! Neked is a pofádba! Erre nem! Erre sem! Erre ki van! És mi? Nem kell! Nem kell a plazmágyú! A következő terem mit fog tartalmazni? Á, jutat. Á, most merre? Az volt egy titkos hely? Vagy az pont, hogy... Nem titkos hely. Nem, nem az. Minimálisra látható is az, hogy az a közel nem véget ér a folyosónál. Ezt nyitjuk. Erre már jártunk. De itt van olyan titkos hely, hogy innen... Hogy... Itt a láva fal mögött van, kérek szépen, egy portál. Na. A videót eddig kimondani nem tudom. Azért mert nem tudom beszélni. Nem tudom, mit kapcsoltam, de valószínűleg tovább jutási módszer.
Itt nincs semmi, itt már jártam. Nem lehet kinyitni a cinikus arcot, nem lehet nyomni aztán azzal, amit elérni. Na jó, elmentjük azért. Kulcsunk továbbra sincsen. Na jó, meg kell keresni a fennfedezett helyet, amit talán még el is tudnák érni. Na jó, azt is len. Ez van még mit felfedezni. Ez mi? Ja, ja, ide fel. Csak a rövidítés. Oké, oké, szevasztok. Jól csetelni, azt hiszem. Tipos hely. Itt sincs semmi. Akkor erre lefelé nem megyünk, mert nincsen miért. Hú, a szagadó megint, én úgy érzem. Jézusom, mennyien vagytok? Ide kell felé rakjét a vettő. Legalább lesz lőszer a golyószóróba, a chain gunba, bocsánat. Ha erre nincs sok minden, itt végig körbe. Egész addig a pontja, pedig ez rám nem támad. Titkos hely. Felfedezve. Na jó. Oda be tudom jutni, az egy ajtó. Ha, remek. Ez legalább valami. Most a kérdés, hogy megéri ide egyáltalán eljönni. Ó! Ez egy titkos hely lesz. Te meg mit keresel ott be? Kizárt be innen. Jó. Ja, mondtam az előző részben, hogy ez a textúra az első fejezet legvégén sokkal minőségibb, mint a későbbiekben. Mi a francia? Na ez például egy olyan hely, ahol eddig még soha nem voltam életemben szerintem. Ezért legalább megérdemelni a felvételt. Halnál most már? Köszi, csak kérni kell. Jézusom, miféle hely ez itt, még soha nem voltam. Ezért nem tudom, mindig meg tud lepni engem. Futás, meg fogok halni egy kicsit, szerintem. Ez mi? Aha. Vissza onnan indultunk? Mi a franc? Jól meglepődtem, és egy újabb titkos hely ezzel megtalálva. Hurrá, hurrá, hurrá! Na jó, merre? Hogy menjek innen el? Már nem is emlékszem konkrétan, hogy merre kéne mennem. Visszafele, titkos fal, titkos hely. Nem, akkor csak fel a lépcsőn, hát persze, mivel ez így a leghelyesebb. De még most nincsen kulcsunk, ez a legviccesebb. Akkor merre? Itt le balra. Jó. Még a dolgok jók, egészen eddig a pontig, ameddig ez itt ki nem nyílik. Démon. Meghalnál most már? Kösz. Megvagy. Te is. Amúgy ez az eléggé csontos textúra, azt hiszem ez lesz majd a Doom 2-ben a térkép, vagy inkább csak
hát nem tudom, minek nevezzem, elemzés, hogy mit gyűjtöttél össze. Valóban a Doom 2-től már nem volt térkép, hogy mutatja, hogy hol tart a játékos éppen. Hoppá! Szerintem az Inferno, tehát a harmadik fejezetet kijátszom, mert a kommentben megkérdezem, ha legyen esetleg a negyedik bónus fejezetből is videó. Mert például azt én abszolút nem is felem, és így több vicces lenne valami onnan játszani, amiről eddig fogalmam nem volt. Hát tudtam, van negyedik fejezet, csak azt nem, hogy hogy az kánon része a Doom világának, és hogy esetleg lehet találni rakétavetőt. Ezért nem lehet megküzdjek egy csomó démonnal. Na jó. Hát ez így alakult. És amíg három pályában vissza. Na itt a rakétavető, ideje volt már. Te miért vagy itt? Na, csak hogy két lövés kapjál tőlem. Az legalább jó. Ó jaj, na ez lesz a hosszú pálya. Itt kell, amikor sok... Itt van, amikor sok kulcsot kell keresnem? Mert nem az a sok kulcsot, hanem hogy sok utat bejárni? Valószínűleg igen. Na ez egy hosszú út, ez az biztos. Ez ki fog nyílni. Erre nem megyünk. Összesen nem tudom, hogy a láncfész meg van-e bármi is. Most se nagyon hallom, hogy bármi új lenne. Hát jó, addig kinyitom a kék kulcsos ajtót. Hol, mert van egy vörös. Ja, erre fog szólni ez igazából, hogy kulcsal kell keresni, azért, hogy jövésünk kijárathoz közvetlenül. Legalábbis nem kell sokat utazni egy-egy hajtóért. Na, hol vagytok? Ismerős zaj. Ilyen szűk helyre repülős ellenfele? Olyan, aki kérdezne, mint lenne a hernyom levegőben. Ilyen szűk helyre berakni? Hát, csodálkozik, hogy nem ilyen tudott engedélyt egyáltalán megsebezni? Vagy csak simán köpni valamit? Na jól van. Oké, okay, hello! Hello! Az útból, hagyjatok végén! Ez nekem nagyon nem tetszik, áú! Oké, akkor ők is meghaltak. Meglőni, mert eléggé világít. Ott lemaradt még valami ki, de szerintem nem fontos. Ja, csak egy kis pick-up volt itt. Episode 2, map 6, Halls of Damned. Oké, hát ja, ez diavetítés volt. Game over. Láthatatlan démon. Valaki eszi a másikat, úgy hallom. Oké,
ki. Jaj, te. Jó, akkor téged hallottam folyton. Téged hallottalak mindig valahol morogni. Jól van, 48 életem van, te a webdőszerrel. Meg páncéllal. Akkor sem, ami sima állapotban vagyunk. Kicsit már monotónak érzem azt, hogy mindig csak melyik is ott lőni kell folyamatosan, és nincs semmi titkos hely. Na jó, itt mi van lent? Ezt nem nyitjuk ki. Most nyitva van. Mennyi van a plazmához? Ó, azt hiszem, hogy 600 töltény fér el, vagy plazma. De ez most fogyni fog. Meglepően sokan voltatok. Jó. Na most van az a helyzet, hogy hova. Jó, akkor menjünk kicsit beljebb. Egy kicsit civilizált a helyen találkozunk egy civilizáltan lényel. Jó. Na akkor nézzük, hogy itt mi lesz. Egy kongés sereg, meg egy... Neked is annyi. Na akkor szépen befelé. Erre az új csodálatos helyre. Mögötted? Nem. Ez az, hátul nyitottam ki a narancssárga kaput. Ez pedig a pálya vége. Mi szíved van a golyószóróban, hogyha megsebzel egy ellenfeled, akkor kurva lejátszódik a fájdalmi effekt, és ebből lenne remixelni is akkor. Ez titkos hely volt? Jó. Még hallható volt a hangeffekt is alatta. Nem megyünk erre. De erre már igen. Ennyi? Megvoltatok? Jól van. Oké, akkor merre? Ja, szerintem el kell menni a narancsága ajtóhoz, mert máshogy nem fog az kinyílni. Máshogy nem fog megtalálni a kulcsot. Itt végig rohantam. Jó, akkor... akkor irány. Arány. Na, irány. Elég sokáig kitart ez az éjjelátó szemeg, elmondhatom. Oké, valami kinyílt. Ugye baszódott arra. Au! Au! Oké, akkor nézzük meg, hogy mi van ott a piros. A színba vagyok, az nagyon sárga mögött. Pálya vége? Ja, ez a pálya vége egyértelműen. Milyen nyugtató egy hely? Pelleken sétálok. Csak egy átlagos nap a Deimoson. Erre nincs senki.
Erre nincs semmi, erre lefelé meg igen. Ó, baszki! Mennyi vagytok? Hagyjatok békén! Jézusom! El az arcomból! Hogy honnan jöttetek, de most már ide lenne pihenni egy kicsit, nem? Jó, hogy innen? Invázió van itt emberek, hát ez mi? Hú! Na, minden titkos hely megvan, mert minden ellenfél. Ez legalább valami pozitív. Utolsó előtti pálya, már is! Azt hittem, hogy ez kicsit tovább fog tartani a kelleténél, de lehet, hogy igazából egyáltalán veszi még? Ja, veszi. 57 perce. Ez hosszabb videó, mint az előző. Tudtam, hogy valami van végül lesz, hogy kesfol majd a titkos helyeket végül. Aha, menem Godmode-ba. Fordított kereszt? Ja, ez az akar lenni. Mondjuk a Dugnukemben találtam nagyon szép easter egget. A második pályánál konkrétan van egy kereszt, és van valami fénylő objektum közelmenő előtte, hogy azt megnyomjátok, akkor átmen egy fordított keresztbe, és mögötte találtó lesz dugdája, hogyha ki van belezve. Hogyha lesz dugdugyen videó, akkor megmutatom. Meg azt mondom, hogy a 3D-ben található Lara Croft utalás is, vagy inkább biztosak, hogy konkrétan ott van a falhoz kötve, aztán dugdugyen meg hát rajta röhög. Viszont dugjuk-e meg a Blood Bank cameózik, úgyhogy konkrétan lóg egy lánccal félig, és egy levágott lábbal aztán mondja, hogy oh, shaking baby. Na jól van, 36 HP-n van, ez nem valami nyugtató. Itt len... Nem tudom, hogy... Au! Nem. Egyszerűen azonnal meghalok. Szóval ez nem a legjobb irány. Szavaztok. Erre nincs senki, csak te. Oké, erre nincs semmi. Erre itt fenn bármi, bárki. Nem, nem igazán. Akkor nincsen itt senki se. Erre mi van? Egy imp. Vagy egy pimp. Na, jó. Úgyhogy ez napján annyira régen voltam, hogy elfelejtettem, hogy merre kell menni és mit kell csinálni. Jó, menjünk visszafelé, az soha nem kár. Itt viszont van egy easter egg, azt tudom. Vagy nem easter egg, hanem titkos hely. A rakétetőt nem kell használnom, mert az kell a következő pályára. Oké, szóval van egy... kék ajtónk, ami láva. És nekünk nincsen kulcsunk. Spawning vats. Újra termelő. Nem. Létrejövő... tartályok. Ezt jelenti?
Hát, jó. Jó tudni. De tényleg ez az a pont, amikor nem tudom eldönteni, merre kell menni. Eléggé kínos. Jól van. Hát akkor kutakodjunk, hogy mi lehet és hol. Aha. Ez titkos hely. És nem látok semmit sem, pedig süt a nap nagyon szépen. Na jó. Titkos helyen belül, ezt már megszokhattuk. Ebben nem lehet belekötni, ez teljesen helytálló. Na jó, ezt itt nem néztem meg eléggé. És nincsen más út, csak ez az egy. El is feltettem, hogy ez a játék része. És ezért meg is kaptam a sebzést, teljesen jogosan. Nem jutsz át. Szevasz! És viszlát. Ugyanazok az ellenfelek, és ez kicsit már kezd a számára unalmas lenni. Ó, God Mode, na ez már valami. Na, a következő áldozat. Ennyi? Jó. Több bajtok kinyit egyszerre, ahogyan hallottam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Újra? 1, 2, 3, 4, 4. Oké, akkor annyi. Ez most hogy működik, emberek? Hogy lógnak? Miért lógnak a levegőben? Te még élsz? De hogy? Mágia? Fekete mágia? Hogy? Lehet, hogy sietek a tervezők, a pályatervezők a pályával, aztán kifejtették a plafont. Ez kell olyan zavaró, mint amikor a Wolfenstein 3D-ben, de köze van a mikrofon, de a Wolfenstein 3D-ben, hát égkék a plafon. Na itt lenn mi van? Hoppá! Megint titkos hely. És találtam egy olyan helyet, ami fel se lett fedezve. Jó. Jó, hát eljutunk oda. Meg ott is látok egyet. De ez van közelebb. Nagyon jó, nagyon jó. Odébb, odébb, odébb. Nem, ez közelenül itt volt. Ó, ne. Ó, ne. Mondjuk úgy látom, hogy véget is ér a falnál, de mégsem, mert látom valahogy egy nagyon picit, hogy pixelek menne bele abba a falba, ahol én vagy annak a közelébe. Na jó, menjünk akkor a kék ajtóhoz. Próbáltok ennyit. Oké, meg vagy. Game over! Game over! Gépen! Erre nincs semmi.
Én úgy érzékelem. Ja. Ennyi. Na, meg is van. Valaki mögöttem talált engemet el. Szépen hátba, de nem sikerült neki azt megölni. Jó. Hoppá. Vagyok néhányan itt. Valamiért a system sem tudom be ezekről a helyekről, de ez nem nagy dolog, végül is skifikről van szó. Na, hol vagytok? Neked annyi, neked is. Jó, én itt nem tudok mit nézni, mert nincs mit, és nincs miért. Ez itt a pálya vége? Ha nem tudom, szerintem még van valamit itt, amit fel kéne fedezni, nem? Ja, hát várj, nem ez a pálya vége. Na nézzük, hogy hagytunk ki aztán végül. Szerintem volt itt bőven. Hát legalább az ölések megvoltak, és az utolsó pálya. Huha. Ez azt mondja, hogy a nagyon szar angol tudásommal kell felolvasni a szövegeket. Nagyon rossz hangot hallottam. Ami ott mozgott. Hoppá, hoppá! Hoppá, egy kiborg. Amikor a démonok előjönnek a maguk skifijükkel. Erre azt mondom csak mondani. Akkor hát igen, igen, rakétavető háború van itt. Eléggé minimalista pályadizájnja azt, hogy nincs is easter egg, majd nincs titkos hely. Au, ez kicsit fájt. Ennyi is voltam. Érte, elmentette? Valószínűleg igen. Na jó. Hát ez szép. Vagy. Már is célba vettél? Uha. Ez Brutal Doom-ban átérni azért keményebb lehet. Legalábbis egy Brutal Doom-ban nehezebb volt legyőzni, mivel eleve a robbanásnak az effektje. Ne érje már utol engem. És ezt túlélte? Valószínűleg falnak mennek ki. Lényeg annyi, hogy eleve a rászkódás, meg maga az effekt, ahogy a jön feléd rakéta, azok bezavartak egy, és így tudott hamarabb kinyírni ott. Amúgy nyilvánvalóan dumban, hogy a rakétavetőre nincsen rakétavető hangja, mármint úgy jön ki, mint hogyha valami, nem tudom, fantasyből jönne. Hajjá már meg, léci! Hála az énnek, és csak a patáim maradtak meg. Jajajaj. Megint fel kell vasanom. You done it!
The Hydro Cyber Demon Lord that ruled the Lost Demons moon base has been sealed and you are triumphant. But where are you? You clambered to the edge of the moon and looked down to see the lawful truth. The awful truth, not lawful. Demons float above hell itself. You will never heard of anyone escaping from hell, but you'll make the best story they ever heard of you. Quickly, you rappel down the surface of hell. Now, it's on the final chapter of Doom Inferno. Szóval, ja, most lemegyünk a pokolba, aztán szétrúgjuk mindenkinek a seggét. Tulajdonképpen erről az Inferno. Ez már nagyon távol áll a skifitől, nagyon beteg horrorba megyünk át, mindenféle organikus maradványjal. Hát emberek, akkor jó, ez volt a Doomnak a második része. Majd folytatjuk még. Sziasztok!